Szevasztok srácok, üdvözlöm a kedves nézőket! A mai nap folyamán kijöttem az egyik kedvenc kis csatornámra. Akció van, de nem kell aggódni. Hogy kell ezt megfordítani? Szóval akkor szevasztok, srácok! Leállítottad, vagy megfordítottad? Leállítottam és megfordítottam. Ebben a videóban amúr holdászatot fogtok látni. Itt vagyok az egyik kedvenc kis csatornámon. És pont vettem fel a beköszönést és elfüstölt. Hát ez nem amúr, de helyette kárász. Brutál szép kárász. Szerintem 1 kiló simán van. Meg is mutatom nektek közelebbről, gyertek! Megyünk! Wow! És nézzétek meg, hogy az amúrnak szánt tigrist hogy felvette. Ugye ezt nem szabad visszaengedni, de körülbelül 1 kiló simán van. Ezt nézzétek! Megmutatom a végszerelékemet, gyerekek, többféleképpen lehet amúrra horgászni. Most lehet valakinek nem tetszik, hogy épp egy metódkosárra horgászok amúrra is, de nálam ez a szerkó vált be. Na, elsősorban kell egy nagyon erős bot, mert a tavalyi évben többször leszivattak az amúrok a medium, illetve light fader botjaimmal, ezért már láttátok az összes részben, hogy szinte, hogyha nagyobb halakat próbálok kergetni, akkor heavy, illetve extra heavy fader botokkal horgászok. Lehetne boilisbot is, tudom, de én a faderbotokat szeretem. Erre mindenféleképpen nagyméretű orsót tegyetek. Nekem ez a Nevis-hez tökre bejött, árérték arányban is ilyen 25 körül van, szerintem ezt a pénzt nagyon megéri. Főzsinór. Én 30-as monofil zsinort használok. Azt hiszem, hogy ez a Bulldog zsinór, de nem vagyok benne biztos. Elég olcsó zsinór, de nekem amúgy bevált. Egy kicsit ilyen merev, de szerintem tök jó. Ilyen 1500 forintért kaptok 300 métert. Árérték arányban verhetetlen. Ezután itt most jelen esetben 3 gumigyöngy, gumi ötköző van felfűzve. Ez csak azért van, mert egyet szoktam feltenni. Csak egy annyira könnyen futott rajta, hogy majdhogy nem simán csúszott a kosaram. Viszont ez a 3, hogyha elkezdi húzni a hal, ugye magát a horgot, ez már elég ütközést biztosít, hogy maga az etető kosár akár belehúzza a horgot a szájába. Remélem érthetően mondtam. Aztán ide ismét a kosárt ugye felfűzöm, ismét van egy gumigyöngy, ez csak arra szolgál, hogy védjük a kötést, soha nem használtam ide gumigyöngyöt, de egy páran írtátok és elkezdtem használni, hogy semmiféleképpen ne sérüljön a kötés. Aztán egy sima mezői forgókapocs, egy ilyen, hát, pár centis gubancgátlócső, és ami ismét nagyon fontos, ez egy bevonatos 25 librás előke fonott zsinór. Sokat tesztelgettem, hogy mi lenne számomra az ideális, mert mi válik be. Nekem ez vált be a legjobban. Ez elég vastag, illetve elég lágy is. Aztán én most egy hajabusa horog van felkötve, ezeket amúrhorgászatra 6-os, 4-es, illetve 2-es méretben használom. Ez most azt hiszem, hogy egy 4-es horog. A csali, ami nagyon fontos, az pedig jelen esetben egy szem tigris magyaró, és egy fél pufival van kikönnyítve. Ennyire egyszerű az egész. Etetni. Ugyanilyen, ja, azt elfelejtettem mondani, hogy ez a tigris az erjesztve van. Etetni ugyanilyen
tigrisseletetek, illetve kukoricával vegyesen. Tudjátok, kifőzitek, aztán egy pár hétig kefirrel érrelitek. Van róla videó, majd nézzétek meg. Most nem szeretném a számot jártatni. És az etetésre ezt a szereléket bejuttatom, és így várom az amúrokat. Tartsatok velünk ebben a filmben is! Bocsi, hogy félbeszakítom a videót, de most egy szomorú dologról szeretnék nektek beszélni. Úgy gondolom, ha már ennyien összegyűltünk ezen a csatornán, akkor ezt a kis ismertséget talán jó dolgokra is fel tudnám használni. Nem titok, hogy Balmazújvároson élek, és egy itt élő srácról szeretnék nektek most beszélni. Bárhegyi Zsoltról van szó. Zsolt egy fiatal 19 éves srác, 52 héttel ezelőtt áttétes daganatot diagnosztizáltak nála. A család Zsolti kezelésére adománygyűjtést szervez. Illetve lesz a Szikitavon egy jótékonysági verseny, június 4-én, 10.000 forinttal nevezési díj, és az ebből befolyt összeget Zsoltinak a kezelésére szánják nyilvánvalóan. Aki tud, kérem segítsen, a horgászverseny lent lesz a leírásban, és a számlaszámot is kiteszem, hogyha vagytok olyan helyzetben, hogy egy pár ezer forinttal esetleg támogatni tudjátok Zsoltinak a kezelését, és hozzájárultok a gyógyulásához. Valósítsuk meg Zsolti álmát, hogy profi labdarúgó válhasson belőle. Szárnyalj, Zsulasz! Horgon van az első amúr. Nagyon remélem, hogy sikerül szágba terelni. Nagyon fontosnak tartom, hogy jól fárasztjuk ki a halat. Mert ha így járunk el, az a parton, nem fog vergődni, ezáltal nem töri magát össze. Gyönyörű szép amúr. Egy jó 3-4 kiló forma. Egy igazi vadvízi torpedó. Sikerült szágba terelni. Semmiféleképpen ne álljatok fel a hallal pózolni,
vegyetek fel egy stabil gogoló pozíciót, mert ha felálltok a hallal, és az véletlen megrúgja magát, és akár a földre is zuhanhat, az pedig akár a hal pusztulásához is vezethet. Mielőtt visszaengednétek a horog ütötte sebet, mindenképpen fertőtlenítsétek le, ne sajnáljátok tőle, hiszen megérdemli. Illetve, hogyha láttok bármilyen külső sérülést a halon, azt is fújjátok le. Lehet látni, hogy gyönyörű szépen az a sírt. Meg is van a második amúr. Hát ő körülbelül fele akkora, mint az előző, de ugyanolyan bánásmódot érdemel. Nagyon szép, hogy meg. Na hát ennyi lett volna ez a rész, a mai pecába ennyi fért bele, mindössze egy pár órán volt kijönni a csatornának a partjára, de eredményesen zártam, sikerült fognom egy gyönyörű szép amúrt, illetve sikerült fognom egy hatalmas kárászt is, meg még volt egy rontott kapásom, ami elfüstölt, nagyon elfüstölt, de sajnos kipattant a szájából, amit nagyon sajnálok, mert nagyon jó halnak éreztem. Hát ez van, majd legközelebb megfogjuk azt is. Mit is mondjak még, ha tetszik ez a videó, akkor dobj egy lájkot, mindenféle kép, és iratkozz fel a csatornára, mert jönnek folyamatosan a tartalmak. Ha szeretnél ezt a tartalmakat, akkor légy csatornatag, szerintem az a pár száz forint nagyon megéri az extra videókat, főleg, hogyha szerettek engem nézni. Illetve nézd meg a leírás, mert ott van a TikTok oldalam, a Facebook, az Insta, a másik YouTube csatornám. Hát ja. Vigyázzatok magatokra, ne szemeteljétek, a szemetet szedjétek össze mindenféleképpen. Nyáron tervezem ezt a szemétszedést, amit talán még tavaly említettem, hogyha patikára felszáradnak az utak, akkor majd lesz egy ilyen esemény, nem tudom még hónapban, de mindenféleképpen szeretném majd megcsinálni egy hétvégi napon, szóval majd várom az embereket. Na pacsi nektek, jók legyetek, szevasztok, vigyázzatok magatokra!